Idén 14. alkalommal rendezik meg a Szabolcs Kupa nemzetközi szakmai versenyt. Ebben az évben új helyszínen, a Nyíregyházi Váci Mihály Kulturális Központban. Tavaly 234 nevezés alapján 173 versenyző vett részt a versenyen. Ők fodrász, kozmetikus, valamint műkörömépítő és díszítő kategóriában indultak. Idén eddig utóbbi csoportban jelentkeztek a legtöbben. Három kategóriában indulnak a versenyzők, a tanuló, a felnőtt és a mester kategóriákban. Ez nagyon fontos, hiszen a szakma jeles képviselői vagy zsűritagként, vagy versenyzőként vesznek részt, illetve a tanulók azok, akik most sajátítják el a szakmát, azok a felnőttekkel, mesterekkel együtt versenyezve, illetve egymás technikáját ellesve vehetnek részt ezen a megmérettetésen. Ez nagyon fontos azért, mert az új trendeket megláthatják, nagyon sok új technikát sajátíthatnak el egymástól. A szakmai versenyen való megmérettetés akár egy későbbi európai vagy világversenyen nagy segítséget jelent, hangzott el a rendezvény hivatalos tájékoztatóján. 2016-ban a versenyszámok kiírását sok esetben a riói olimpia hangulata inspirálta. Az alkalmi smink kategóriában a Cosmo Girl a versenykiírás, ez egy kicsit ilyen plakátfotóra készítendő alkalmi sminket takar, de hát természetesen mindenki, amit a fantáziája enged, azt fog a színpadon, illetve a páston készíteni. A leglátványosabb kategóriánk az a fantázia smink minden évben. Itt az arc, a dekoltázs és az egyik kar festhető, és természetesen, mivel itt nagyobb felületen készülnek a sminkek, erre több idő is van, és természetesen többféle anyagfelhasználási lehetőségük is van. Teszem azt például tollak, strasszok, díszek, itt már a műszempilla is kötelező, és hát természetesen ezáltal ez nagyon látványossá válik. A műkörmösök az építő versenyszámban tanuló és felnőtt kategóriában indulhatnak majd. Relés és porcelán építést kell elvégezniük, itt francia körmöt kell a lányoknak építeni, a versenykiírásnak megfelelően. Díszítő kategóriában az egyik versenyszámban indult tanuló is felnőtt kategória, itt igazából a lányok a művészi hajlamukat, kreativitásukat jeleníthetik meg az alkotásaikban, és van egy 3D nevezetű versenykategóriánk, amiben otthon elkészített műkörmöket készítenek a lányok. Idén trendfotó kategória is indul, ahol az elkészült alkotások fotóit értékelik majd. A versenyzőket szakmák szerint díjazzák, első, második, harmadik helyezett, valamint külön díjra is számíthatnak a legtehetségesebbek. Az érdeklődőket ingyenes belépéssel, délután színpadi produkciókkal, valamint 11 szépségipari cég kiállításával várják.